A medencében már csak a hűvös víz áll. Vasárnap ugyanis bezárt a sóstói strand szabadtéri részlege. Az idei nyár a sok éves átlaghoz képest 1,7 fokkal volt melegebb, és három alkalommal hőségriadót is fújtak, ezért a legforróbb napokat az emberek igyekeztek különböző vízpartokon hűsölve eltölteni. A sóstói park és tófürdőn is megdőlt a tavalyi létszámrekord. Idén már 225 ezer embert tudtak fogadni, 10 ezerrel többet, mint tavaly ilyenkor. A látogatók 50%-a még mindig belföldi vendég, azonban egyre több a szlovák, a lengyel és a román turista is. Ez a létszámnövekedés a több éves, várossal közösen kialakított célzott marketingnek köszönhető, mondta el a gyógyfürdők igazgatója Podlovics Roland. Tulajdonképpen nyíregyháza volt egy több százezres rendezvényen Romániában vendég egy ilyen közel 200 ezer fővel fős rendezvényen, ahol bemutattuk a turisztikai attrakcióinkat. Kolozsvári Magyar Napokon voltunk a korábbi, tehát ott is érződik ez a munka. Nyilván ez egy állandó munkát jelent a marketing területén. Én bízom benne, hogy most, hogyha a négy csillagos szálloda megépül itt mellettünk, akkor az még egy plusz turisztikai szempontból egy plusz marketing erőt fog számunkra biztosítani. Ami azt is jelenti, hogy több vendég akár hosszabb ideig nyaralhat, az igazgató elmondta, az új négy csillagos élményfürdővel összekötött szálloda jövő nyárra készül el. A Mátészalkai strand sem panaszkodhat az idei nyárra. A statisztikák szerint 8%-kal több volt a fürdőző, mint tavaly. Ez számos fejlesztésnek is köszönhető, úgy mint a nemrég átadott 500 köbméteres gyógyvizes medencének, a füvesítésnek, térkövezésnek, valamint a kabinsorok felújításának. A különböző akciók is hozzájárultak a strand sikeres szezonzárásához. Ebbé jegycsomagunk is volt, mert délután minden nap, amikor foci meccsek voltak, 17 órától este 23 óráig lehettek bent a vendégek 1000 forintért, melyben benne foglaltatott az árban egy akár sör vagy üdítő választható volt, illetve a kültéri medencéket használhatták ezen időn belül a vendégek. Télen sem kell mellőzni a fürdőzést, hiszen a legtöbb gyógyfürdőben a fedett medencék és wellness szolgáltatások várják a vendégeket megyeszerte.